Szeretettel köszöntöm a Hit Élet nézőit! Mai műsorunkban a Marosvásárhelyi Szabadságúti Gyülekezet alakulásának 40. évfordulója alkalmából megpróbálunk egy átfogó képet adni arról, hogy mi jellemezte az elmúlt 4 évtizedet, és milyen kilátásai vannak a gyülekezetnek a jövőre nézve. Az 1980-as években Marosvásárhely református közösségi életét egy nagyfokú felpezsdülés, újjáéledés jellemezte. Bár az akkori állami karhatalom nem nézte jó szemmel, mégis elkezdődött egy alapos helyzetfelmérés, széleskörű családlátogatás, hogy egy valós képet kapjanak az akkori egyházi állapotokról. A felmérés eredményei szembesítették az egyházi előjárókat azzal, hogy sokkal több személy van a város lakossága között, aki magát reformátusnak vallja, mint amennyi az egyházi nyilvántartásban szerepel. Egy hatékony stratégiai tervet dolgoztak ki, hogy az akkori kor lehetőségei szerint újabb gyülekezeteket alakítsanak, ahol otthonra találhatnak a környék lakói. Ennek a tervnek a részeként született meg a Szabadságúti Gyülekezet is. Egy-két lépést azért vissza kell tekinteni, tudnék. Az, hogy templom épülhetett, annak a titka előbb kezdődött. Egy nagyon intenzív gyülekezeti szolgálat volt Vásárhelyen, és ennek az indítói elsősorban Csiha Kálmán és Bucsa Dezső voltak, akik hihetetlen méretű missziós látogatási akcióba tudtak kezdeni, és erre generálták a presbitériumokat is. És akkor derült ki az, hogy Vásárhelynek sokkal több a magyar és református hal tagja, mint amennyi a nyilvántartásban szerepel. És akkor úgy döntöttek, hogy akkor ez azt jelentse, hogy kell legyenek új gyülekezeti központok, ahol a presbitérium kifejezetten erre a plusz népességre tekintettel alakítja ki a maga taktikáját, a szolgálatát, az irányultságát. És így alakult a Szabadságúti Gyülekezet is. Parókia sehol, templom sehol, egy imaház. Amikor beköltöztünk feleségemmel és 4 gyermekemmel, akkor az imaház egyetlen kis iroda helyiségébe kaptunk szállást, de nem ez volt a döntő. Az volt a döntő, hogy egy olyan örökség, egy olyan környezet vett körül Marosvásárhelyen, amelyik motivált a szolgálatra, amelyik környezetben elképzelhetetlen volt az, hogy ne járjunk utána az embereknek, ahol valóságnak éreztük azt, hogy a 2 és a 3 is, amelyikre nézve azt mondta Jézus, hogy ott vagyok közöttük, az a 2 és 3 is fontos, és olyan fontos, mint a tömeg, mert a tömeg a 2-ből és 3-ból tevődik össze. Szolgálatkészség, szolgálattevés. Olyan fogalmak, amelyek nélkül a közösség építése elképzelhetetlen. Az ilyen lelkületű emberek jelenléte teremtette meg a lehetőséget a Szabadság utcában a gyülekezet alapításának. Egy olyan történelmi korszakban történt mindaz, amikor az embereket közösségbe gyűjteni tilos volt. Mert az akkori államhatalom érezte, hogy ahol 2 vagy 3 egybegyűlnek Isten nevében, ott egy olyan erőforrás jelenik meg, amit nem lehet megállítani, mert a Teremtő Isten áldása jelenik meg ott. Ebből az erőforrásból bőven merített a Szabadságúti Gyülekezet akkori lelkipásztora, presbitériuma és a gyülekezeti tagok. Nem sok idő múlva lakást kaptunk a Gecse utcába, még nem parókia, a parókia később, de az is meglett. Vásároltuk itt az imaházhoz közel, és akkor nekifeszültünk a tevékenységnek. Templomról szó se lehetett, hiszen akkor ezt tudni kell, egy Vásárhelyen beköltöző lelkész még
letelepedési engedélyt se kapott, tehát bulletinünk nem volt 90-ig. De nem számított, mert neki feszültünk a szolgálatnak. És ez a szolgálat később még jobban kiteljesedett, akkor már vállalnunk és vállaltuk a szolgálatot a kórházakba, amikor már lehetett 90 után az iskolákba, vallásorai munkát végeztünk. A gyülekezet presbiterei látogatták a családokat, havonta beszámoltak a látottakról, irányítottak engem is olyan célok felé, ahol különös problémája volt a családnak, személyeknek. Megnőtt a templom látogatók száma, illetőleg az imaház látogatók száma, kicsi lett, de nem lehetett csak egy tornyot építeni. Hátrafelé még 4 métert növeltük, a kicsi irodát is becsaptuk a nagy terembe, de kevés volt. És akkor jött a változás, 90, amikor felcsillant a remény. A tervrajz elkészült, és ide a imaház udvarára, a hirdető táblára egy hatalmas templom fényképet, tervrajz fényképét tettük ki, és oda kiírtuk azt, hogy most kezdődik a lélektani hadviselés, hogy rá tudjunk kapcsolni a templomépítés gondolatára, hogy erre kell legalább egy év. És akkor csak készültünk a gyülekezet, jött az adakozás, és nekifogtunk a munkának, és a presbiterek ott voltak, ahol bontani kellett, és ahol építeni kellett. Nem lehet elfelejteni Pécsi István főgondnokot és Árus Jenő gondnokot, akik az oszlopai voltak ennek a egyébként 32 tagú presbiteri közösségnek. Csodálatos volt. És egy naptári év alatt épült fel a templom. Szerettük. És szerette a gyülekezet is, és megtöltötte. Amikor be kellett írnom, hogy hányan voltak a templomba, nem a híveket kellett számoljam, hanem az üres székeket. Mert 400-an fértek be, és azt a 5-öt, 6-ot, esetleg 10-et könnyebb volt megszámolni, mint a 380-at vagy 90-et. A gyülekezet erejét az is jól mutatja, hogy nem csak önmagukra voltak tekintettel, hanem észrevették azokat az embertársaikat is, akik a társadalom peremére szorultak. Aztán 90 után megindult a missziói munka. A gyülekezetnek egy olyan részére, amit a nagyon intenzív családlátogatás alkalmain fedeztem fel. És ez a teljesen akkor lerobbant Adi negyed néhány tömbházába tartózkodó, ott senyvedő, ott koldus életet élő cigányság felé irányult. Volt olyan kétszobás lakrész, ahol 16-on voltak, és keresték a kapcsolatot, és kerestem velük a kapcsolatot. Van olyan cigány asszony, aki ott dolgozik most a Fülöp Ila öreg otthonába, és ott tartjuk a nyugdíjas találkozókat, és negyedévenként megöleljük egymást, és emlékezünk a régi időkre. Jöttek, volt diakóniai szolgálat feléjük, azt is megpróbáltuk. És jöttek a templomba is, az imaházba, amit sikerült összehozni egy megvásárolt tömbház földszinti lakrészébe. Köszönöm Istennek ezt a lehetőséget. Azóta is úgy vonzódom a cigányság felé, mert sokkal több őszinte szeretetet érzek, és vonzalmat érzek bennük, mint amennyit általában a közvélemény nekik tulajdonít. És végtelenül sajnálom, hogy a református egyház
elengedte őket. Ma már elnyelte őket a neoprotestáns közösség legtöbb helyen, és ez nem baj, és én mégis sajnálom. Na hát, 20 év volt, és hálát adok az Istennek ezért a 20 évért. A fiatalokkal való foglalkozásért, a gyerekekkel való együttmunkálkodásért, a családlátogatás alkalmával, a megtapasztalt ragaszkodó szeretetért, a presbiterek munkatársá válásának a csodájáért. Isten áldása legyen a gyülekezet további életén és szolgálatán, a lelkipásztorok szolgálatán. A gyülekezeti tagok otthonként tekintenek a templomra és a hozzátartozó közösségre. 40 év elteltével sokat kaptam, és úgy érzem, hogy még sokat kapok, mert furcsán hangzik, de a legnagyobb ajándék, amit ingyen kapunk Istentől, az a legértékesebb ajándék, és én ezt a gyülekezetet kaptam, egy családot benne, lelki testvéreket és lelkipásztorokat. Úgy érzem, hogy mikor idejövök a gyülekezet közé, akkor feltöltődök, meg tudom osztani a bánatomat, az örömeimet. Ugyanakkor át tudom adni a nevetés kicsengését, a gondjaimat és a békejével töltött együttlét idejét is. A kórusban való együtt éneklés a közösség formálásnak az egyik alapköve. A szabadságúti gyülekezet megalakulásával egy időben szinte megalakult az első kórus is, amit az első lelkipásztorunk alakított. Akkor Hozsánna kórusként indult. Én úgy gondolom, hogy szerves része a gyülekezetnek az, hogy legyen egy kórus, egy közösség, amivel Isten dicsőíthetjük. Én azt tudom elmondani elsősorban, hogy nem egy profi kórusról beszélünk, hanem énekelni szerető, kedvelő tagokról, akik alkotják a kórust. Ők elsősorban a gyülekezeti alkalmak színesítésével gazdagítják az Isten tiszteletet, ünnepeket, akár a karácsonyi műsorokat. De úgy gondolom, hogy egy kórus nem csupán az ének szolgálatával szolgálhat vagy segíthet egy gyülekezet gyarapodásában, hanem azzal, hogy ő már az alapmag a gyülekezetben, aki segíthet. Elsőként itt van, odaadja magát a gyülekezetének. A szabadságúti gyülekezet első 20 éve összefonódott Dávid Lajos lelkipásztor életével, szolgálatával. 2004-ben kezdődött a 40 éves gyülekezeti történet második szakasza, amelyik 2018-ig tartott. Ez az időszak Dénes Előd és Dénes Katinka lelkipásztor házaspár szolgálatához kötődik. A szabadságúti gyülekezet egy templomépítő gyülekezet, és hát ennek az erejét tapasztaltuk meg mi a szolgálati időnk első szakaszában, hiszen ők felépítettek egy templomot. És az együttműködés az lehet, hogy innen is fakad. Nagyon-nagyon jó volt a presbiterekkel. És azt hiszem, hogy ha szereted az embereket és a presbiterekkel, a munkatársakkal egy jó kapcsolatot alakítasz ki, és együtt működve szolgálsz, akkor lehet eredményeket, és a jó Isten is megáldja ezt a szolgálatot. A fiatal lelkész házaspár szolgálatát az új erőforrások keresése jellemezte. Elsősorban azért tartottuk fontosnak, mert elég sok temetés volt. Tehát, hogyha ezt a 15 évet, most visszagondolok a 15 évre, 600 gyülekezeti tagunkat temettük el, és fontosnak tartottuk azt, hogy azok, akik annak idején megválasztottak lelkipásztornak, meg ott ültek a templompadokban,
ha őket eltemetjük, akkor valakikkel meg kellene tölteni a templomi padokat. És így jött annak az ötlete, gondolata, hogy indítsunk el egy tanodát, egy délutáni foglalkozást a gyerekeknek. És hát az volt jó, hogy ebben az időszakban nekünk is kicsi gyerekeink voltak. A fiunk egy éves volt, amikor ide költöztünk, a lányunk pedig már itt született, és úgy együtt nőttek fel a gyülekezettel és a gyülekezet gyermekeivel. És ennek meg is volt a hozadéka, mert ha most jól számolom, már 12 éve működik ez a tanoda, és voltak olyan szülők, akiknek korábban nem volt semmilyen kapcsolatuk a gyülekezettel, a templommal, és azáltal, hogy a gyermekeiket ide iratták be, ide hozták, ők is részesültek az evangéliumban, az örömhírben, és van olyan szülő is, hogy azóta például presbiter a gyülekezetünknek. Feleségemmel együtt szolgáltunk ebben a gyülekezetben, és mindenki a maga területén kihozott magából a lehető legtöbbet, és így ő inkább a gyermekekkel, a fiatalokkal foglalkozott. Én a zenei életet próbáltam támogatni, és hát volt egy gyülekezeti ifjúsági együttesünk is, a Gordonka, amelyel szintén zenés istentiszteleteken szolgálhattunk, de máshova is elvittük az evangéliumot a zenén keresztül. 14 évnyi szolgálat után a Dénes házaspár máshova kapott meghívást. Les Zoltán és Les Júlia személyében új lelkész házaspár került a gyülekezetbe. Erre a jubileum istentiszteletre készülve kiadványt szerkesztettünk, amelyben a gyülekezet rövid történetét foglaltuk össze, és ebből a kiadványból is kiderül az, hogy nagyon aktív volt ez a gyülekezet a kezdetektől fogva. Nagyon sokan álltak hozzá ennek a gyülekezetnek, a gyülekezet építéséhez tulajdonképpen. Akár az imaházra gondolunk, akár a templomépítés, ami egy nagyobb feladat volt, illetve a közösségépítésre is lehet itt gondolni. Sokan álltak a munka mellé, és azt kell mondanunk, hogy mind a mai napig ezeknek az embereknek az odaadásából is táplálkozik ez a gyülekezet. Hiszen nagyon sok emlék van mai napig az emberekben arról, hogy milyen volt a kezdeti időszak, milyen volt az, amikor szó szerint kétkezi munkával odaálltak és építették a templomot, vagy itt éjszakáztak éppen, mert vigyázni kellett a templom területén levő dolgokra, tehát ilyen jellegű szolgálat is volt. És ugye az évek folyamán a gyülekezet alapító lelkésze, Dávid Lajos, illetve az őt követő lelkész házaspár, a Dénes házaspár nagyon sok mindent elindított, illetve végzett a gyülekezetben. 2018-ban, amikor ebben a gyülekezetben, a Szabadságúti Egyházközségben megüresedett mind a két lelkészi állás, akkor minket hívott meg a presbitérium a megüresedett lelkészi állásokra. Első körben engem választottak meg, mivel a feleségem következő évben elment Gyesre, 19-ben elment Gyesre, őt csak rá két évre választotta meg a gyülekezet. Számomra nem ez volt az első találkozás, hiszen a gyülekezetben többször szolgáltam már, helyettesítettem, illetve annak idején, mikor egyetemi lelkészként kezdtem el dolgozni, jártam a gyülekezet kórusával. Mivel tudtam, hogy itt van egy jó kórus, hogy az akkori lelkész Dénes előtt vezette ezt a kórust, nem volt számomra teljesen ismeretlen ez a gyülekezet. Én mindig is úgy tekintettem erre a gyülekezetre, mint egy nagyon nyitott közösségre. Aki itt szolgál, hát kivétel nélkül mindenki megjegyzi azt, hogy figyelnek az emberek, nyitottak, látszik az, hogy van reakció arra, amit az ember mond. Tehát úgy jöttem ebbe a gyülekezetbe, úgy jöttünk ebbe a gyülekezetbe, mint egy olyan közösségbe, amelyet picit már ismerünk. Ennek ellenére számomra nagyon nehéz volt a váltás. Egyrészt azért, mert egyetemi lelkészként az ottani közösség az nagyon szívemhez nőtt, tehát egy nagyon, nagyon bensőséges közösséget hagytam ott. Másrészt pedig azért, mert nem szembesültem még addig
egy nagy gyülekezetnek a realitásával, hogy így mondjam, azokkal a teendőkkel, amelyek egy nagy gyülekezetben várnak a lelkészre. A Les házaspár szolgálatának igazán nagy erőpróbáját az jelentette, hogy alig egy éves szolgálat után a világjárvány miatti lezárások teljesen felfüggesztettek minden aktivitást a közösségben. Következett két hosszú, terhelt év. Aztán, mikor kezdtünk volna belemelegedni a gyülekezeti életbe, akkor jött a Covid, és jöttek a lezárások, ami hát legalább egy olyan két évre visszavetette azt a munkát, amit addig végeztünk. Talán nem mondok újdonságot azzal, hogy mindannyiunkat meglepett ez a két éves időszak, ami a koronavírus időszaka volt. Egyrészt azért, mert a koronavírus kitörésének a kezdetén azt gondoltuk, hogy amikor véget ér a vírus, akkor mindenki tolongani fog vissza a közösségekbe. Mert mindenki alig várja már azt, hogy találkozzon a másik emberrel. És erre nézve voltak jelek is, hiszen annak idején, mikor kimenni sem volt szabad a házból, és ezt a tiltást feloldották, az utcán sétálva gyülekezeti tagokat találkoztunk, és ők elmondták azt, hogy mennyire várják már azt, hogy újból találkozzunk. De valahogy azt tapasztaltuk meg, hogy ezek a nagy találkozások elmaradtak. Tehát azt vártuk volna, hogy mindenki, akinek fontos volt a közösség, az alig várja majd, hogy visszatérjen ennek, és ezzel ellentétben azt tapasztaltuk, hogy nem volt tömeges visszatérés. A mi gyülekezetünkben is, de nem csak a mi gyülekezetünkben, hanem nagyon sok más gyülekezetben a városban visszaesett a templom látogatás aránya, ahhoz képest, hogy milyen volt a koronavírus időszak előtt. Azokra a kihívásokra, amelyeket a koronavírus elénk állított, hát különböző módon igyekeztünk mi is válaszolni. De mindenek előtt kiépítettünk egy online közvetítési rendszert, ami nem volt a gyülekezetben. Így most már minden vasárnap istentiszteletet, a vasárnap délelőtti istentiszteletet mind a mai napig közvetítünk. Biztos van olyan, aki mondjuk inkább ezt a kényelmes változatot választja, ahelyett, hogy eljönne a gyülekezetbe, de sok olyanról tudunk, aki nem tudna eljönni a gyülekezetbe, mert beteg, mert különböző akadályok vannak, és ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy ezeket az embereket elérjük, hogy valamilyen módon ők is részesei legyenek az istentiszteleti közösségnek. Noha tudjuk jól, hogy nem ugyanaz egy képernyő előtt ülve megélni az istentiszteletet, de mégis hozzájuk is eljut az az üzenet, ami azokhoz eljut, akik itt vannak az istentiszteleten. Miután leállt a koronavírus, okozta bezártság. Hát úgy gondolom, hogy lassanként tértünk vissza a normalitáshoz, hogy lassan újból beindultak a családlátogatások, hogy ez egy fontos területe a gyülekezeti munkának. Noha nem tudjuk olyan erővel végezni, ahogyan szeretnénk, hiszen nagy közösségről van szó, és például én, hogyha családot látogatok, akkor legalább egy órát ülök egy családnál, elbeszélgetek velük, mert hogy általában nem ismerem ezeket a családokat, és igény is van arra, hogy a lelkész többet üljön a családnál. De a családlátogatás az egy fontos rész ennek a gyülekezeti munkának. Újból beindultak a megszokott alkalmak, tehát bibliaórák, felnőtt bibliaóra, ifjúsági bibliaóra. Azok az aktivitások, amelyek voltak a koronavírus előtt, és újból beindult a tanodának az aktivitása. Igyekeztünk és igyekszünk olyan alkalmakat is szervezni, amelyek nem kifejezetten igei alkalmak. Mondjuk egy barkács este, egy húsvéti, vagy egy karácsonyi ünnep előtt, egy adventi összejövetel, vagy egy előadás, vagy egy könyvbemutató. Tehát, hogy igyekszünk kihasználni ezeket a lehetőségeket is. Persze nem mindig sikerül, illetve van olyan is, hogy az ember az érdektelenségbe ütközik, de ilyen szinten is igyekszünk egy picit újra indulni. A gyülekezet elöljáróinak, lelkészeinek, presbitereknek, gondnokoknak azzal a nagy feladattal kell szembenézniük, hogy miként lehet egy megújulási folyamatot elindítani a közösségben. A jövőkép megfogalmazása nagy feladat elé állít mindenkit. Hát, hogyha a jövőképről kell beszélnünk, hogy akkor mindenek előtt
az önmagunk jövőképét kell megfogalmaznunk. Ugye én, mint lelkész, mit gondolok a saját életemről erről, hogy ebben a gyülekezetben, és ennek kapcsolatában, vagy ennek függvényében mit gondolok a gyülekezetről, vagy én, mint presbiter, vagy én, mint gondok, vagy én, mint főgondok. Közös célt megfogalmazni úgy gondolom akkor lehet, amikor beállunk e mögé a kérdés mögé mindannyian, és így próbáljuk megfogalmazni, így próbáljuk megfogni azt, hogy mit is hozhat a jövendő. Én úgy gondolom, úgy hiszem, hogy ez a gyülekezet mindenek előtt abban bízik, hogy ahogyan az Úristen vele volt ebben az elmúlt 40 évben, úgy a következőkben is vele lesz. Hát mi ige hirdetések alkalmával is próbáljuk ezt nagyon sokszor hangsúlyozni, hogy mindannyiunk élete az Isten kezében van, és Isten gondviselés az, ami gyakorlatilag meghatározza az életünket. Ugye, persze meghatározzák külső dolgok is, meghatározza egy koronavírus, meghatározzák veszteségek, de végső soron Istennek a kegyelme az, amelynek a hatása alatt van minden egyes keresztény közösség. Ezért azt kell mondanom, hogy ha a jövőbe tekintünk, akkor bizalommal tekintünk a jövőbe. És ugyan emberi számítás szerint az apadás az folytatódni fog, és lehet, hogy fel fog gyorsulni. De nem tudjuk ezt kiszámítani. De mi mégis azt mondjuk, és azt gondoljuk, hogy az a közösség, amelyet mi Istennel és egymással megélünk, az nem elsősorban attól függ, hogy hányan vagyunk a templomban. Persze jó érzés az, amikor az ember egy tele templomban tudja dicsérni az Istent, de mindenek előtt attól függ, hogy mennyire vagyunk elkötelezettek egy közösség iránt. És ilyen szempontból úgy gondolom, hogy nincs, amitől féljünk. Mert ami az elkötelezettséget illeti, két ember is, három ember is nagyon fontos lehet. Illetve ha nincs elkötelezettség, és hogyha nincs odaszállás, akkor lehet egy közösség bármilyen nagy, számbelileg, ott gyarapodás nem tapasztalható. A 40 éves gyülekezeti történetet végigkövetve ismét megerősödik bennem az a reformációi gondolat, hogy az egyháznak folyamatosan megújulásra van szüksége. Ez nem csak egyes gyülekezetekre, hanem az egész kereszténységre érvényes. Azért, hogy a megújulás ne csak egy beteljesületlen vágy legyen, arra van szükség, hogy mindenki a maga helyén hozzátegyen valamit ennek érdekében. Arra kérjük kedves nézőinket, hogy abban a gyülekezetben, amelyhez tartoznak, keressék a helyüket. Tegyék meg mindazt, ami önöktől függ, hogy így tudjon minden nap bővülni, terjedni az a keresztény lelkület, amelyre a lelketlen világnak nagyon nagy szüksége van. Az Úristen legyen őriző pásztorunk a következő hét mindennapján. Kövessék műsorunkat a Hitélet Facebook oldalán és az Erdélyi Magyar Televízió YouTube csatornáján.